1869-ben Rádai Gedeon grófot különleges hatáskörrel kormánybiztossá nevezik ki. Feladata vagyonbiztonságot teremteni. Főcsapása a szegény legényekre irányul. Mert maguk az olyan embert nem nagyon szeretik, amilyen én vagyok. Négy nyelven beszélek, és elég sokat jártam külországban. És maga csempészte be Kossuth iratait, még annak idején. Fiatal voltam. Sándor a sáncban van? Nincs. Sándor a sáncban van? Nincs. Könnyíts a lelkeden, Béla. Hát miért nem könnyít ez a lelkeden? Nem kérdezünk magától neveket. Annyit mondjon, hány embert fogtunk be a Sándor csapatjából?